Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják, tartsanak velünk! Újra megnyitották a Líceum templomot, ünnepi szentmise keretében áldották meg a pálosok tulajdonában lévő szakrális épületet. Életrajzokból lélekrajzok, szabad egyetemi beszélgetés sorozatot szervezett a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Hitoktatás a Tolnai Gimnáziumban, Isten mellett önmagukat is megismerhetik a tanulók. Pécsett is meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorún, a Pécsi Egyházmegyében is elkezdődött a várakozás időszaka. Hit, remény, öröm és szeretet, adventi koszorú készítésre várták a családokat a szekszárdi plébánián. Ünnepi szentmise keretében adták át a horvátországi földrengés következtében megrongálódott Pécsi Líceum templomot. A csaknem két évig zárva tartó, a pálosok tulajdonában lévő szakrális épületet mintegy 100 millió forintból, javarészt kormányzati forrásokból újították fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta, majd az épületet Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. 2020 év végén földrengés rázta meg Horvátországot, mely Pécsett és városszerte érezhető volt. Ennek következményeként a Király utcában álló Líceum templom is belső károsodást szenvedett. A falakon vakolatrepedések, a freskókon sérülések keletkeztek. A balesetveszély és a felújítás miatt csaknem két évig zárva tartó, a Magyar Pálos Rend tulajdonában és lelkipásztori ellátásában lévő templomot mintegy 100 millió forintból, javarészt kormányzati források, adományok és a biztosítási kártérítés segítségével újították fel. Az ünnepi szentmisét Bíró László nyugalmazott tábori püspök celebrálta. Régi görög bölcsesség fogalmazza meg, az élet szilárdultak nélkül félelmetes. Olyan, mint egy hosszú vendégfogadó nélkül. Egy korban, mely feledi a földöt. Jó, hogy van egy vendégház, ahol betérhetünk, megállhatunk, elcsendesedhetünk. Mindenkinek szüksége van rá. A szekularizált embereknek is, mikor nem is tudják. És hadd idézzek egy másik bölcsességet. Másik bölcsesség szerint, ha utalom egy jó utazásra találkozunk, akkor az út felébe csökken. Ez a templom itt a Sétáló utcában alkalom a megállásra, és alkalom a rendszeresen ide gyülekezőknek, utitásra találunk. A jó utitásra találunk, az út felére csökken. A magyar kormány 2019-ben indította el az alapító halálának 750. évfordulója kapcsán a Boldog Özséb programot, annak keretében jelentős támogatást biztosított a rend infrastruktúrális fejlesztéseihez, kulturális tevékenységéhez. A szentmisét követően a szakrális épületet Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át hivatalosan. Bíró László püspök atya is a Szent beszédében mondta, hogy templomok és általában egyházi közösségek reményt tudnak adni és reményt tudnak nyújtani. És most, amikor nagyon nehéz világban élünk, látjuk a békétlenséget, látjuk a gazdasági bajokat, energiaválságot, sok minden, ami eddig nem volt része az életüknek, és most hirtelen ránk tört, akkor érezzük azt, hogy valahonnan reményt kell kapjunk. És ez a remény az, amit a keresztény hit, legyen az katolikus, református, vagy bármilyen más felekezet meg tud adni. Nekünk az a feladatunk kormány részéről, hogy ha bajba jut egy közösség, már pedig a földrengés során bajba jutott
mint a pécsi pálos közösség, akkor amennyire lehet segítsünk. De hála Istennek nem csak a kormány részéről volt a segítség, hívek is összefogtak, és fantasztikus lett, csodálatos lett a templom, azt kell mondanom, és mindenképp üzen a jövő fele biztatásként, hogy annak ellenére, hogy mennyi nehézség sújtatta akár Pécs városát is az elmúlt egy évezredben, mennyi pusztulás volt, mégis újra kezdődött az élet, most pedig ebben a nehéz időszakban is biztos, hogy küzdelemre lesz szükség egyik oldalról, de másik oldalról biztos vagyok, hogy talpra fogunk állni, és ugyanúgy meg fogunk erősödni. Pécsiek is, magyarok is szerte az országban, illetve a Kárpát-medencében egyaránt. A napjainkban lengyelországi központtal működő Pálos Rend magyarországi tartományának székhelye Pécset van. Emellett Budapesten, Mária Nosztrán, Pálosszentkúton és Hargitafürdőn működtetnek rendházat. Lélekrajzok címmel szervez szabad egyetemi beszélgetés sorozatot a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola. Az eseményt a Magtár látogatóközpontban tartották Pécsen, ahol a közönség a beszélgetések révén élheti át, hogy az életrajzokból lélekrajzok születnek. Az 5 előadásból álló sorozat 4. alkalmán jártunk. Az első évadjánál tart a Lélekrajzok elnevezésű beszélgetés sorozat. Ez a 4. alkalom, amikor is a beszélgetések során a közönség átélheti azt, ahogy az életrajzokból lélekrajzok születnek. Lukács Otilia, Jeremiás és Ezekiel proféták szemét mutatja be az érdeklődőknek a beszélgetés során. Mint mondja, hozzá mindkét proféta nagyon közel áll. Ószövetséges vagyok, vagy hát Héber Szentírással foglalkozom. A doktori témám is Ezékiel volt, meg Ezékielnek a közösségépítő stratégiái, identitás megőrző eszközei, hogy ez hogy valósul meg a Szentírásban, egy nagyon érdekes időszakban, ugye ők a 6. században voltak proféták, amikor az úgynevezett babiloni fogság történt, akkor nagyon sok, tehát a judai királyság egy részét elhurcolják deportációba Babilon területére, és ott igazából egy kisebbségi közegben próbál Ezékiel egy közösséget, egy mondanám azt, hogy judai vagy később zsidó identitást kialakítani. Nagyon régi időszakban éltek, és hát majd kihívást, egyik legnagyobb kihívása szerintem a mai Ószövetséget oktatóknak, hogy minél közelebb vinni az emberekhez, az átlag ember, az átlag hívőhez a profétákat is, hát éppen ezért választottam őket, mert egy különleges személyiségek. Amikor a profétákra gondolunk, akkor valami elvont, tőlünk távol álló irodalmi alkotásokról, teológiai munkákról beszélünk, teszi hozzá a biblikus. A proféta személyét, közösségét, azt, ami fontos volt a számukra, véleménye szerint közel lehet hozni az emberekhez. Ma is ezeket a módszereket alkalmazzuk, amikor közösségről, közösségépítésről vagy identitás megőrzésről beszélünk, mondja Lukács Otilia teológus. Olyan szempontból interaktívra terveztük, hogy kérdésfelelek, tehát nem az lesz, hogy most egy hosszabb előadás Ezékiel Jeremiásról, ők kortársak voltak, igazából azért választottuk a két profétát, illetve a pszichológiai rész is fog kapcsolódni a kollektív vagy közösségi emlékezet és a kulturális emlékezetnek a szerepe egy közösségépítésnél. És itt amiatt érdekes újra Ezékiel és Jeremiás, mert a Júda, Jeruzsálem, a jeruzsálemi szentély lerombolásának az idejében vagyunk, amikor Ezékiel a diasporából, vagy az emigráció, vagy a babiloni fogságból szemléli az eseményeket, Jeremiás pedig szemtanúja az eseményeknek, ő ott marad mindvégig Jeruzsálemben, tehát emiatt érdekes, hogy a két személy, a két proféta hogyan próbál megmaradást, közösséget teremteni egy nagyon viszontagságos időben. Ezek a beszélgetések a pszichológia és a hittudomány sajátos párosításában teljesednek ki. Ezt az életrajzírás és a hagiográfia egyedi összekapcsolása teszi különlegessé. A sorozat háziasszonya Tiringer Aranka pszichológus, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola tanszékvezető docense. A szakember kutatási témái között kiemelt szerepet kap a művészet és az életrajzírás lélektani vizsgálata. Az előadás célját a következőképpen határozza meg a pszichológus. A célja az, hogy a pszichológia és a teológia közötti mesdjét megtaláljuk. Ez néha nem is olyan szűk mesdje, elég sok átfedést vagy közös kérdést rejt a teológia és a pszichológia. Legalábbis úgy érezzük, ahogy haladunk előre, ez most már 4. alkalom a
lélekrajzokban. Tehát a kettőnek a különbségét jól érzékeljük, de vajon milyen, a két terület különbségét, de vajon milyen közös pontok lehetnek ebben a kettőben, erről szól lélekrajzok. Tehát a személyeket, akiket meghívunk, hoznak egy, ezek a vendégek hoznak egy virtuális vendéget is magukkal, olyan régen élt az egyház történetében szereplő személyeket, akik valamilyen szempontból példát jelentettek nekik, vagy hangsúlyosak voltak a hivatásuk valamilyen pontján. Szóval ilyen izgalmas alappozícióból indulunk. Kovács Gusztáv, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektora és Tiringer Aranka pszichológus közös elképzelése a lélekrajzok sorozat, amelyben arra keresik a választ, hogyan lehetne a pszichológiát és a lelkiséget közel hozni egymáshoz, bemutatni a közös keresztmetszeteket és különbözőségeket. Ez a rendezvény sorozata a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola és a 23. János Szakkollégium közös programja. Az előadáson magán mi részt veszünk a szakkollégistákkal, és az ő programjuk, ami már nem a nyilvános program, hanem csak a szakkollégiumé, hogy ilyenkor bent a szakkolliban még van nekik egy szeminárium az est témájával kapcsolatban. A 23. János szakkollégium most szeptemberben indult, ez a hittudományi főiskolához tartozik, de nem csak hittudományi diákok laknak, illetve tagjai a szakkollégiumnak, hanem a PTR-ről is vannak diákjaink, összesen 26-an vannak, vegyesen fiúk és lányok, vegyesen hittudományosok, kétszakosok és csak PTS-ek. Decemberben az 5. előadáson Felföldi László pécsi megyés püspök két képzeletbeli pápával, pápáról beszél majd. A sorozatnak Pécsen a Magtár Látogatóközpont ad otthont. 2016-ban került a Pécsi püspökséghez a Tolnai Középiskola, azóta Szent István nevét viseli. Ám nem csak utóbbiban változott az intézmény, a tanulók egy héten két alkalommal hittanórákon vesznek részt. A következő percekben Balsi Ildikó hitoktató számol be az évek alatt szerzett tapasztalatairól. Balsi Ildikó 7 éve, vagyis már a kezdetek óta tanít hittant a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Az első pár esztendőben a pedagógus azt tapasztalta, hogy a gyerekeknek nagy szüksége van arra, is, Jézus Krisztuson kívül, hogy önmagukról beszéljenek. Ezért aztán elvégeztem a mentálhigiénés képzést, úgyhogy mentálhigiénés lelki gondozó is vagyok. Ebből adódóan aztán nagyon sokszor az ő lelkükről is van szó. Tehát az órának általában egyharmada azzal megy el, hogy kicsit az érzelmeikről, önmagukról beszélhessenek, és akkor már figyelnek. És akkor már kíváncsiak arra, amit akarok mondani. Ez egy óriási misszió, azt gondolom, mert a gyerekek nagyon kevés kivételével nem nagyon találkoznak Jézus Krisztussal, Istennel. Volt egy olyan 12-es fiú, aki nemrég leült mellém, és óra után elmondta, hogy ő bizony, amikor 7-es volt, akkor egyáltalán nem hitt Istenben. Ma már teljesen más a helyzet benne. A szülő a legjobbat szeretné adni a gyerekének, és ha ő hisz valamiben, valakiben, akkor szeretné átadni. Nekem is van 4 gyerekem, én is szerettem volna nekik átadni ezt. És ha kicsit zavarodott a helyzet a mai világban, és esetleg nem beszélnek Istenről, nem beszélnek Jézusról, akkor a gyerek ennek fogalma sincsen, ha nem így élnek. Hajunk együtt könyörögjön az örök atyához, Istenünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Filmet nagyon ritkán nézünk. A Minden Szentek után a szenteket vettük elő. Carlo Acutist, aki 15 évesen halt meg például. Ők viszont nyitottabbak már, ők az én osztályomba tartoznak, úgy az én osztályomba, én csak ilyen segítő vagyok az osztályfőnökük mellett, és ők kérték, hogy valami komolyabb filmet is nézzünk. Ezért nézzük meg Pio atya életét. Szóval ritkábban nézünk filmet, inkább beszélgetünk, és akkor a beszélgetés folyamán kerül elő a szentírás, amik itt vannak most a sarokban, és olvasunk közösen, megtanultuk használni. Vannak házi feladatok is, ritkábban, mert azt, amit szeretnék nekik adni, azt már itt magukévá teszik. Általában ilyen házi feladat, mint amit most adtam, hogy el kell gondolkodjon saját magán. Elég fiatalok, az igaz, de nagyon szeretnek gondolkodni.
és nagyon szeretnek beszélgetni erről, szeretik elmondani azt, ami bennük van. Az iskolában 5 évvel ezelőtt kialakítottak egy kápolnát is. Ez egy tanári volt, egy kis tanári, ami átalakult kápolnává. A padlóját kicserélték, és olyan képek kerültek bele, amik ide nagyon fontosak. Jézus Szent Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve kép, ezt a két képet még a katolikus általános iskolába készítették a gyerekek, jó pár ide jár ebbe az iskolába közülük. Azt a képet, ami a hátam mögött van, azt pedig 3 kislány készítette, Szent Istvánról csináltak egy ablakképet, kidíszítették. Oltár és tabernákulum is van a kápolnánkban, oltári szentség sajnos még nincsen, reméljük, hogy majd nem sokára az is lesz. Kisebb létszámú osztályokkal itt vannak a szentmisék, osztálymiséink vannak. Nagyobb létszámú osztályokkal vagy a termükbe, de az ritkább, inkább fönt a rajzteremben, mert az levegős, nagy. Az osztálymisén az osztály vesz részt, kivéve a reformátusok. Őnekik akkor hittanóra van, általában hittanórák keretében zajlik ez, bejön a plébánosunk, és ő mindent magyarázva tartja meg a misét. Tehát bármit tesz, mindent elmagyaráz, hogy az is értse, aki még soha nem volt szent misén. Egy fél évben egy osztály miséje van minden osztálynak. Idén az első fél évben kicsit változtattunk rajta, plébánosunk azért jön be, hogy beszélgessen kicsit velük, hogy megismerhessék őt, és a következő fél évben lesznek ezek az osztálymisék. Az adventi koszorú első gyertyáját a települések nagy közös koszorúin, a városok templomaiban és a kisebb települések koszorúin is meggyújtották. Az advent csöndesebb időszak, a római katolikusok a hajnali rorátékkal szentmisén készülnek Jézus Krisztus születésének ünnepére. Vidám hangulatban nyílt meg a 11. pécsi adventi kézműves és mesevásár a megyeszékhely főterén. A város és a pécsi egyházmegye közösen nyitotta meg az ünneplés heteit. A Széchenyi téren a korábbi évekhez hasonlóan, leszámítva a világjárvány éveit, rengeteg ember, felnőtt, fiatal, gyermek, családok gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek. Otthon is szoktunk gyertyát gyújtani vasárnaponként, ugye vasárra gyújtjuk a családnál az adventi gyertyát, de azt mondom, hogy sokkal erősebb a családi fókuszálunk a karácsonynál, mint az egyházi, de ez egy olyan nagyon fontos, nagyon jelentős családi ünnep. A pécsi egyházmegye püspöki helynöke Szép Attila arról beszélt, hogy ebben a mostani nem könnyű világban mekkora szüksége van minden embernek a békére, a megnyugvásra, a szeretetre. Az adventi időszak pedig segít ebben. Ez egy olyan alkalom ebben a városban, ami segítheti az adventi készületünket. Mi keresztény emberek karácsonyra szeretnénk készülni, Krisztus születésének megünneplésére, aki a béke fejedelme, mondja róla Izajás próféta, és ugyan minden esztendőben átéljük az adventet és a karácsony csodáját, de én azt gondolom, hogy ebben az esztendőben talán érzékenyebbek vagyunk egy kicsit. Békefejedelme, mennyire szükségünk van a békére ebben a mostani világban is. A háborús fenyegetettségben élünk, de szívünkben is sokszor van békétlenség, kapcsolatainkban, családjainkban. Vágyunk erre a békére. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy gyermek születik karácsonykor, az életnek a csodája jelenik meg a betlehemi jászolban, és az elmúlt nehéz hónapok, a pandémiának a megpróbáltatása különösen is rávilágított, hogy mennyire értékes az emberi élet. Törődni kell az emberi élettel, hangsúlyozta a püspöki helynök. A világviszonylatban is nehéz időszak miatt érezhető az emberek részéről az a vágy, ami a szívekben van, hogy amikor kívülről valamilyen fenyegetettséget tapasztalunk, akkor próbálunk valamilyen erőforráshoz, vigasztaláshoz nyúlni, segítséget kérni. Nekünk egy első körben a család. Tehát mindenféleképpen az advent, az a család és az együtt töltött idő, ami nagyon sokat számít, és az, hogy a gyerekeknek át tudjuk adni azt az érzést, a boldogságot, és az, hogy a szeretetben nőnek fel, és a szeretet ünnepe. Nálunk nagyon fontos, ugyanúgy tartjuk, mint a régi hagyományok szerint, gyerekeket is igyekszünk ebbe az irányba terelni, nevelni, és nagyon is élvezik meg közös készüléssel, bocsánat, a mikrofont itt megesszük mindjárt, közös készüléssel, közös elmélkedéssel, és
ilyen egyházi programok látogatásával színesítjük. A nagyobb városrészekben, mint például Kertvárosban is elkezdődött az advent. Meggyújtották az első gyertyát a Szent Erzsébet plébánia templomában, a koszorún. A szeretet ünnepére való készülődésről, az advent vallási vonatkozásáról a templom plébánosa Pavlekovics Ferenc beszélt. Advent első vasárnapján. A mi közösségünk több szinten készülődik. A felnőttek készülődése az főként abban áll, hogy az egyéni elhatározásokon kívül, hogy minden reggel lesz nálunk hajnali szentmise, és a hajnali szentmisékre eljöve töltekezünk és készülünk, és ezekre a szentmisékre hívtuk meg a közösségeinket is, akik szolgálatot vállaltak, hogy a szentmise utáni agapén ők szolgálnak, ők azok, akik előkészítik az agapét. A gyerekeinknek az első készülődése az múlt szombaton volt, amikor több helyszínen, templomban, plébánia, különféle helyiségeiben adventi koszorút készítettek, és ezt hazavíve ez mellett fognak gondolni Krisztus eljövetelére és arra készülni. Valamint a mai nappal új feladatot kaptak, hogy úgy készüljenek, hogy Jézusnak valamilyen ajándékot akarnak gyűjteni, és ezért szép készület, úgy gondolom, hogy ők is így oda tesznek valamit a sajátjukból, saját életükből, saját áldozatukból. A Pécsi Egyházmegyéhez tartozó egyik baranyai településen, Görcsönyben is aktív vallási közösségi élet zajlik. A plébános Barics Gábriel a következőképpen emlékezett meg adventről. Mindig olyat várunk, amilyenre készülünk, vagy amilyenre mi akarjuk tenni. Én azt gondolom, hogy sokszor a külsőségekre megyünk rá, ugye, hogy milyen díszek legyenek, milyen ajándékok legyenek, meg kik jöjjenek el, de a legfontosabb az, hogy valóban oda tudjunk figyelni, hogy én hogyan készültem belül erre az ünnepre. Hiszen mégiscsak Jézus földi születésnapjára készülünk, és hogy mit tudok én oda tenni a jászol mellé. Én azt gondolom, ez a fontos. Egy kicsit többet a jó Istennel lenni, többet imádkozni, jobban odafigyelni embertársaimra. Nem véletlenül mondták ezt régen, hogy tulajdonképpen ez egy kis böjt, ahol az ember kicsit többet imádkozik, kicsit jobban odafigyel, jót, igyekszik jót tenni, vagy lemondani valamiről. Úgyhogy ez mindig a kezünkben van, hogy milyenné tesszük az ünnepet. És ez nem a külsőségekről szól, hanem itt belül, hogyan készülök lelkileg erre az ünnepre. Advent csöndesebb időszak, a római katolikus szentmiséken kevesebb orgonaszólóval, kevesebb virágdíszítéssel, lilamise ruhával és hajnali szentmisékkel, a rorátékkal. Ez alul a harmadik vasárnap a kivétel, amikor a lilát, a rózsaszín váltja fel. A római katolikus hagyományoknak megfelelően adventi koszorút készítettek a helyi hitoktató vezetésével a szekszárdi római katolikus plébánián. A gyerekek megtudhatták azt is, hogy a koszorú gyertyáival szimbolikusan emlékezünk meg a hitről, a reményről, az örömről és a szeretetről. A három lila és az egy rózsaszín azt jelzi, hogy a bűnbánati időszak harmadik vasárnapján az örvendezésre is van okunk, hiszen közel van már a karácsony. Az adventi koszorú készítésen több százan vettek részt. Több száz gyermek és szülő gyűlt össze advent első vasárnapja előtt szombaton a szekszárdi belvárosi plébánia közösségi terében, hogy együtt készítsenek az ünnepvárásra koszorút. Ennek a tolnai megyeszékhelyen már hagyománya van, köszönhetően Janó Attiláné hitoktatónak. Ilyenkor a városból az általános iskolás, illetve középiskolás és még óvodás gyermekek is eljönnek családjaikkal, hogy közösen készítsék el az adventi koszorújukat, amit holnap a szentmisén meg is szentelünk nekik. Az adventi koszorú készítés igazi közösségi program Szekszárdon, a szervezésben ugyanis több tucatnyian vesznek részt. Kitelepült egy ajándékárus, és nála lehet ezeket a kellékeket megvásárolni, az alapokat, a gyertyákat, mindenféle kelléket, amivel kidíszítik ők a koszorújukat. És aztán készítettünk egy fosztósarkot is, illetve van egy kislány, aki folyamatosan itt a délelőtt folyamán zenél nekünk, karácsonyi dalokat csellózik, illetve gitároznak. Honvéd kadétok vagyunk, innen jöttünk Szekszárdról, ugye a Hadiból. Azért jöttünk, hogy én azért jöttem, mert a Vali, a keresztanyukám is
támogassam. Én például segítek számolni, kettőnk segítenek mögöttem a gyertyákat tűzni, meg ilyenek, úgyhogy mindenben is, amiben tudok. A délelőtti programon 4-500-an fordulnak meg minden évben, a szervezők pedig különösen nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bemutassák, miként lehet a koszorúkat a katolikus hagyományoknak megfelelően elkészíteni. Ugye az advent azt jelenti, hogy Úr jövetel, tehát hogy várakozunk adventben az Úr eljövetelére, és ennek egy gyönyörű kis jelképe az adventi koszorú. A zöld alap jelképezi a reményt, hiszen Jézus ugye mindenkinek a reménysége, az egész világ reménysége. A négy gyertya pedig ugye a négy adventi vasárnapot jelképezi. Lila, lila, rózsaszín és lila, ez a helyes sorrend, a liturgia szerinti helyes sorrend a gyertyáknak a színeiben. A hit, a remény, az öröm és a szeretet gyertyái. Ezek a színek ugye nem csak a gyertyán jelennek meg, hanem a templomban is, ezeken a szentmiséken, adventben, hiszen az oltárterítő, az atya szintén lila színű ruhában van, és lila színű terítő van az oltáron is. A lila szín az a kicsit az adventnek ugye a színe, az a magunkra figyelés, kicsit a befelé fordulás, olyan értelemben, hogy így átgondoljuk a tetteinket, és jó cselekedetekkel tesszük tisztába ebben az adventi időszakban a szívünket. A legtöbb családban már otthon is elkezdenek ilyenkor az ünnepre készülni. Hát először is kitakarítjuk az egész házat, utána pedig szépen feldíszítjük a házat, és kint felkapcsoljuk a világításokat. Elmegyünk misére szentestén. És amikor hazajövünk, akkor ott áll a fa, és nagy és egy csomó ajándékot van. Advent időszaka a várakozásról, a felkészülésről szól, ehhez pedig elengedhetetlen kellékek, az ilyenkor hagyományosan előkerülő díszek, vallja a mostani program szervezője. Ha valaki hazamegy és látja az adventi koszorút az asztalon, és azt meggyújtja este a család közösen a vacsoránál, végig gondolják azon a napot, esetleg akkor húzzák ki a jó cselekedetet is, tehát hogy készülni lélekben arra, hogy kit várunk mi karácsonykor, hogy mire várunk karácsonykor, hogy nem a fát fogjuk ünnepelni, és nem az ajándékokat, hanem egy különleges születésnapot. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!